Van két speciális magyar szempont, amelynek érvényesítését mi mindvégig követelni fogjuk, és amely szempontokat mi érvényesíteni fogjuk minden egyes vita során, amely a közel-kelet kapcsán zajlik bármely nemzetközi intézményben. Az első speciális szempontunkat, ugyebár az diktálja, hogy továbbra is van hét magyar állampolgársággal is rendelkező személy Gázában, akik bár szeretnének eljönni Gázából, mindez idáig biztonsági okok miatt nem tudtak kijutni a gázai övezetből. Szeretném mondani önöknek, hogy velük a kapcsolattartás folyamatos. Sajnos néhány nappal ezelőtt a tartózkodási helyüket találatértem. A többen a hét magyar állampolgársága rendelkező szeméből könnyebb sérüléseket szenvedtek, többüknek kórházi elrátása is volt szükségük. Már-már mindannyian elhagyhatták a kórházat, és szervezik jelenleg azt, hogy valahogyan eljuthassanak a tartózkodási helyükről a rafai határátkelési pontra. Ez nem egyszerű nagyon nehéz biztonságosan kivitelezni, nagyon nehéz technikailag is kivitelezni, de mondom, minden nap kapcsolatban állunk. Ezzel a hét magyar állampolgárral épségben vannak, megúzták a találatot, amiért a tartózkodásaiket kijöttek már a kórházból, és jelenleg is azon vagyunk, hogy kiussanak a gázai övezetből. Én mind az egyiptomi, mind az izraeli külügyminiszter kollégával megállapodtam abban, hogy ez a hét magyar állampolgár kijöhet a gázai övezetből, a feltétel az, hogy fizikailag el kell jutnuk, jutniuk a Rafahi határ átkelőre. Összesen egyébként kilenc szeméről beszélünk, köztük hét magyar állampolgár, két palesztin állampolgárságú családtag, akik nyilvánvalóan együtt ezzel a hét magyar állampolgárral, mihogy családtagok szeretnének eljönni, és a, a kilenc főben lévő hét magyar állampolgárból négy gyermek. Tehát ezért is rendkívül fontos számunkra, hogy ezt a kilenc főt köztük a hét magyar állampolgár, tehát ki tudjuk juttatni a gázai övezetből. Éppen ezért, amikor a közel-keleti konfliktusról, a terrorellenes küzdelem aspektusairól beszélünk, mi magyarok csak olyan megoldásokat tudunk támogatni, amelynek része az, hogy mindazok a, a kettős állampolgárok és családtagjaik, akik szeretnék elhagyni a gázai övezetet, elhagyhassák a gázai övezetet és mi nem tudunk támogatni semmilyen megoldást, ami, ami ezt nem szorgalmazza. A másik ilyen magyar szempont az diktálja, hogy továbbra is van öt magyar állampolgár, akik a Hamas túlszai, és itt köszönet, köztük két gyermek. És köszönettel tartozunk Katarnak azért, hogy közvetít, és próbál segíteni abban, hogy persze sok más túszsal együtt, ezt az öt magyar állampolgársággal is rendelkező túszt ki tudjuk menteni minél előbb. A köszönet járt át a katariaknak, nem régen újra beszéltem a katari államminiszter kollégával, akinek személyesen is megköszöntem a közbenjárásukat, és mivel van ez a magyar, van öt magyar túsz, ezért nyilvánvaló, hogy mi csak olyan határozatokat, megoldási javaslatokat tudunk támogatni bármely nemzetközi szervezetben, amely felszólítja Hamaszt a túlszok feltétel nélküli azonnali elengedésére. Nem tudunk támogatni a határozatot meg olyan megoldási javaslatot, amiben ez nincsen benne. Mert, mert ott van ez az öt magyar állampolgár, akinek a kiutatása, a kiszabadítása számunkra rendkívül fontos.